Ha elesel, baleset. Ha lent is maradsz, döntés. Hányszor fordul elő az életben, hogy szeretnénk valamit, de félünk a tettek mezeire lépni. Gyakran megesik az is, hogy belekezdünk valamibe, de elég hamar ráébredünk, hogy nehéz, kényelmetlen, ezért feladjuk. Úgy tartják, hogy ha valami nem megy, nem kell erőltetni. Ez sajnos nem minden esetben igaz. Mert például, ha nem megy, mert nehéz. Az igazán jó dolgok az életben nem jönnek könnyen, hiszen minden, ami könnyen jön, az könnyen is megy. Ott van a tévedés, hogy ha valami nehéz, nem jelenti azt, hogy ne lehetne élvezni a folyamatot. Vagy, ha nem megy, mert rossz a módszer. Ha valamit elég nagyon szeretnénk, de valahogy nem akar összejönni, lehet, hogy egyszerűen rossz a megközelítésünk. Olyan, mintha szilvás gombócot szeretnénk készíteni, de hagymaaprítással kezdjük a főzést. Biztosan lesz belőle valamilyen ebéd, de nem az, amit szerettünk volna. Ilyenkor jön jól a reverzív dekonstrukció, azaz kezdjük a végével, majd visszafelé haladva nézzük meg lépésről lépésre, hogy mire is van szükség. Így végül megkapjuk az útvonalat, a különböző lépéseket, a mikro feladatokat, amelyeket el kell végeznünk ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célunkat. Vagy, ha nem megy, mert félünk. Íróknál például elég gyakran előfordul az úgynevezett írói blokk, azaz, amikor az író el van akadva, és egyszerűen nem tudja, hogy miről is írhatna. Erre a legjobb megoldás az, ha egyszerűen írni kezd az író, hiszen nem az van, hogy nem tudná, hogyan kell betűket, szavakat, mondatokat formálni, hanem fél attól, hogy gyenge minőségű lesz az írása, és potyára fog dolgozni, mert ki kell majd dobni a kukába. A megoldás azonban mégsem az, hogy ne tegyünk semmit, mert hogyha várunk, attól biztosan nem lesz semmi tökéletes. Be kell indítani az agytekervények működését, és azt másképp nem lehet, csak úgy, hogy belekezdünk és csináljuk. Összegzésül tehát. Van olyan, hogy valami nem megy, de ez nem jelenti egyben azt, hogy fel kell adni. Sikert és boldogságot!